Sziasztok, borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videó a júniusi összegzés lesz. Szerencsére sikerült a május után végre ismét sokat olvasnom. Ebben a hónapban 17 könyvet fejeztem be, és egyet félbehagytam, ami az évben az első volt, de erről majd beszélünk. Szóval alapjában véve elég jól olvastam, és meg vagyok elégedve magammal. Volt itt mindenféle műfaj, és ez a 17 könyv ez nagyon soknak tűnik egyébként, de rengeteg van benne, ami 100 oldal volt nagyjából, tehát vagy képregény, vagy rövid történet. Szóval van benne sok-sok ilyen. És akkor nézzük is meg először a statisztikát. Elolvastam 200 oldal alatti könyvet, Ori, mit csinálsz? 400 oldal feletti könyvet, légy szíves, ne csináld most ezt, mindig ilyenkor jön rád a hülyeség. 3-200 oldal feletti könyvet, 5-300 oldal feletti könyvet, és 3-400 felettit. Műfaj ügyileg olvastam 3 fantazit, egy skifit, 3 romantikus könyvet, 2 novellás kötetet, egy krimit, 5 képregényt, egy állatregényt és egy disztópiát. Akkor nézzük is meg, hogy mik voltak ezek, mert hát van itt egy pár, úgyhogy egy darabig el fog tartani. Az első könyv, amit olvastam a hónapban, az a Zsalát volt Kristin Cashortól. Ez a Garabon sozatnak a második része, és ezt még májusban kezdtem el, csak június 1-én fejeztem be. A májusi összegzésben beszélek is róla, mert gyakorlatilag ezt még oda vettem, itt nem fogom most kitárgyalni. Nem tetszett annyira, mint az első rész, viszont meg voltam vele elégedve nagyjából. 4 csokot adtam el, de gondolkozok egyébként a 4,5-ön. Azóta már megvan a harmadik része is, és igyekszem minél hamarabb elolvasni. Ha érdekeltek a pontosabb véleményem, akkor ott a májusi összegzés majd a leírásban, és meg tudjátok nézni. Aztán végre június elején már el tudtam menni könyvtárba, úgyhogy kölcsönöztem is egy pár könyvet. Az első ilyen, amit olvastam, az az Anna és a francia csók volt. Nem szeretem a romantikus könyveket, ezt is tudjátok, de erről egész jókat hallottam, és úgy voltam vele, hogy rövid könyv, miért ne. A hónap elején egyébként sem volt annyi a kedvem olvasni, és úgy voltam vele, hogy egy ilyen könnyedebb történet, az majd hát, ha meghozza a kedvemet hozzá. A történet Annáról szól, akinek az apja híres író, és elküldi őt Párizsba, bentlakásos iskolába, és hát gyakorlatilag arról szól a történet, hogy itt megismerkedik egy fiúval. Mint már mondtam, nem vagyok egy romantikus történet rajongó, és valószínűleg ezért van az, hogy helyenként untam is. Rájöttem egyébként, hogy ezekben a romantikus könyvekben általában engem nagyon idegesít a fő lány karakter, mert valószínűleg semmilyen személyisége nincsen, és nagyon esetlen, és ezt egyébként itt is így éreztem, szóval végül 4 csokot adtam a könyvre, de egyébként szerintem megérte az elolvasást, mert egyáltalán nem volt olyan rossz, mint amire számítottam. Nem tudom, hogy el fogom-e olvasni a többi részét, mert van több is, de ez így jó volt hónapkezdésnek. A következő könyv, amit olvastam, az Mésző Miklóstól volt, a Nem felelt meg neki. Ez egy kis novellás kötet, ilyen rövid történeteket tartalmaz, és ezt a Libriben adják ingyen könyvvásárlás mellé, nem tudom, hogy 1000 forintért kell vásárolni. Amikor az ajándékkártyámat váltottam be, azt már mondtam nektek a májusi új könyves videóba, majd azt is belenkem a leírásba, akkor kaptam mellé egy ilyet, és úgy voltam vele, hogy akkor olvassuk is el rögtön, amúgy is egy kis rövidke könyv, és meg kell mondjam, hogy elég nehéz olvasmány volt. Ezek a történetek az 1900-as években játszódnak, több évnek az eseményét ölelik fel. Volt olyan történet benne, ami nagyon tetszett, viszont voltak olyanok is, amik kicsit untattak. Attól eltekintve, hogy az írónak a stílusa és maga az, ahogy kifejezi magát, az szerintem nagyon szép volt. Végül 3 csillagot adtam rá, ami egy ilyen közepes élmény nálam. Nem bántam meg, hogy elolvastam, viszont egy kicsit jobbra számítottam. Hát sajnos ez van. A következő könyvet olvastam, az egy magyar szerzős krimi volt, mégpedig nem más, mint Szántó Dánieltől a 6 szög. Ez itt egy Magyarországon játszódó krimi történet, amiben a karakterek egy sorozatgyilkos után nyomoznak, aki fekete nőket öl. És erről a könyvről van egy értékelő videó a csatornámon, úgyhogy érdekeljetek a bővebb véleményem, akkor lesz a videó leírásban. Végül egyébként 4 csokot adtam rá. A következő könyv, amit olvastam, az Kosztolányitól volt a Csodát nekem, ami szintén egy ilyen rövid történeteket és verseket tartalmazó kötet volt. Ezt a nagyimtól vettem kölcsön, mert már elég régen kölcsön akartam tőle venni, és most végre úgy voltam, hogy na akkor most elolvasom ezt a könyvet. És ennek a leírása úgy van molyon, hogy karácsonyi történetek és versek, amelyiként igaz rá, de ez sok emberben azt az elvárást kelti, hogy ezek ilyen szép és megható történetek lesznek, ami pedig nem igaz, mert ebben a kötetben főleg nagyon borongós és szomorú hangulatú írások vannak, de nekem nagyim előre szólt, hogy ne számítsak ilyen nagyon boldog hangvételű történetekre, úgyhogy nekem nem voltak ilyen elvárásaim, és a verses része nagyon tetszett, viszont a rövid történetek annyira nem tudtak lekötni, illetve hát nem mindegyik, és hát a borongóság is, meg kell mondjam, hogy végére teljesen ráült a hangulatomra, és rendesen rossz kedvem lett néha a könyvtől,
de azt meg kell hagyni, hogy gyönyörű szép volt az írásmód, és mondom, a versek azok nekem kifejezetten tetszettek, úgyhogy végül 4 csokot adtam a könyvre, azt pedig hozzá kell tennem, hogy szerintem a borító gyönyörű. Aztán jött egy újabb könyvtári kölcsönzés, ami Jennifer A. Nielsen-től volt, a Hamis Herceg. Nem igazán láttam ezt a könyvet még bármelyik másik csatornán, azt mondom, hogy Matildánál egyszer láttam. Igen, Matildánál volt. És nem igazán hallottam róla semmilyen véleményt, így sem BookTube, sem Bookstagram szinten. Úgyhogy úgy voltam elő, kikölcsönzöm, és meglátjuk, hogy milyen lesz, mert én már régóta el szerettem volna olvasni, és hát nagyon tetszett. A történet arról szól, hogy egy férfi fiúkat gyűjt össze, hogy megtanítsa őket arra, hogyan viselkedjenek úgy, mint a királynak az elveszett fia, és amit utána a legjobbat el is küldje a királyhoz, mint a visszatért, eltűnt fiát. És nekem alapban ez a történet így nagyon izgalmasnak tűnt, és hát így is volt. A fő karakterünk egy fiú, aki nála tanulja ezt az egész viselkedésmódot, akit Sage-nek hívnak, és meg kell mondjam, hogy nekem Sage-nek a karaktere nagyon szórakoztató volt, és volt nehez egy ilyen szarkasztikus hozzáállása, ami nekem nagyon szórakoztató volt. Erre a könyvre egyébként 5 csillagot adtam, és egy hatalmas meglepetés volt nekem, és úgy volt utána, hogy az összes többi részt el akarom olvasni, ugyanek vannak ilyen kiegészítő részei, talán vagy lehet, még csak a folytatása a könyvnek, nem tudom, amik Magyarországon már nem fognak megjelenni, tehát itt csak az első 3 könyv jelent meg, ugye a trilógia, és a kiegészítő részek azok már nem fognak, amit nagyon sajnálok, mert szeretném őket olvasni, amiket így valószínűleg angolul fogok megtenni, de az első rész nagyon tetszett. Aztán jött egy újabb pozitív csalódás, ami nem más volt, mint Casey McQuiston-tól a Vörös-fehér királykék. Ezt a könyvet most hivatalosan itt a kedvenc romantikus könyvemé avatom valaha, annyira nagyon aranyos volt és vicces volt, hogy ezt nem tudom elmondani. Ez a történet gyakorlatilag arról szól, hogy az amerikai elnöknek a fia, illetve az angol herceg szeretnek egymásba, és az ő viszonyukról szól egyébként ilyen enemies to lovers szinten kezdődött el, tehát ilyen kicsit ellenségekből lettek szerelmesek, és nekem nagyon tetszett az egész könyv az elejétől a végéig. 4,5 csillagot adtam rá, az a fél csillag az egyébként arra ment el, hogy én nem bírom a káromkodásokat a könyvbe, az ilyen gyakori káromkodásokat, és azért itt voltak helyenként teljesen fölösleges ilyen megnyilvánulások, ami engem szokott zavarni és leszokott venni a könyv értékéből, de ez csak az én saját kis butaságom. Emellett egyébként nagyon tetszett a könyv is. Iszonyatosan szerettem, és mától ő a kedvenc romantikus könyvem, és Harry Herceg a kedvenc romantikus karakterem. Ezután következett 2 képregény, amiket ugyanazon a napon olvastam el. Ezekről egyébként lesz egy olvasóblog a csatornán, amikor a többit is befejeztem, mert ezeket mind a Fumax kiadótól kaptam, és úgy voltam vele, hogy akkor már csinálok is róluk egy ilyen kis olvasóblogot majd, szóval majd, amikor már mindent elolvastam, erről lesz egy külön videó a csatornán, úgyhogy most nem fogok nagyon mélységébe belemenni, de akkor nézzük is meg, hogy mi volt az első 2. Az első a kozmikus szellemlovas, a Baby Thanosnak meg kell halnia. Ez a történet a kozmikus szellemlovast követi, aki visszamegy az időbe azért, hogy megkeresse a Baby Thanost és megölje, amikor még a legnagyobb esély van rá, hogy sikerül ez neki. Ez a könyv, ez ami hirtelen szórakoztató volt, és jó volt akár egy-egy képkockára vagy jelenetre viszont látni annyi-annyi Marvel karaktert, akit nagyon szerettek. Én egyébként a kozmikus szellemlovasról még soha nem olvastam, úgyhogy nagyon jól megismerkedhettem vele is, és tetszett egyébként az ő saját ilyen kis stílusa, úgyhogy őre 5 csillagot adtam, a képek, amik gyönyörűek és nagyon színesek benne, talán a Marvel kapitány képregényhez, vagy a Thorhoz tudnám hasonlítani abban, hogy mennyire színes és mennyire vibrálóak a képek benne, az ilyeneket egyébként nagyon-nagyon szeretem. Aztán a másik képregény az a Hulk szürke volt, ami gyakorlatilag Bruce-nak az első átalakulását követte, és azt, hogy milyen volt a kapcsolata Hulkként Betty Rosszal az elején, és Hulkról sem olvastam még soha, úgyhogy itt volt az ideje. Erre végül 4 csillagot adtam, tetszett a könyv egyébként. Annyira az illusztrációk benne nem tudtak megfogni, ezek nagyon egyszerűek voltak, és kevésbé voltak színesek. Nyilván ennek volt értelme, mert azért nem voltak színesek, mert az a cím, hogy Hulk szürke, de maga a rajzásnak a stílusa nekem annyira nem tetszett egyébként, úgyhogy ezért levontam 1 csillagot, de ezen kívül a sztori az nagyon érdekes volt, és mindenképpen megérte az elolvasást. Nagyon rövid kis történet, szóval akár 1-2 óra alatt is el tudjátok olvasni. Én egy kis olvasós pikniken fejeztem be a könyvet, és tetszett, úgyhogy majd el fogom róla mondani véleményemet az olvasó blogba, ami nem tudom, mikor fog kikerülni, valószínűleg július végén, de mindegy. Az ezutáni olvasmányom Hiro Arikawától volt az Utazó macska krónikája. Erről sem fogok itt beszélni, mert van róla egy külön értékelés a csatornámon, mivel ő volt a Borkaris könyvklubnak a júniusi közös könyve. Ezt a könyvet még hónapokkal ezelőtt vettem, amikor Hélszel voltunk együtt a könyvesboltba, de nem mertem hozzányúlni, mert már a borítóján is az van, hogy szívfacsoró, és mindenki azt mondta nekem, hogy ki fogom sírni rajta a szemet.
Úgyhogy nem mertem hozzányúlni, de úgy voltam vele végül, hogy júniusra tökéletes közös olvasmány lehet, mert nem fantasy, tehát nem az, amit mindig olvasunk szinte, és ráadásul nem is olyan kis vastag könyv, úgyhogy mindenki nyugodtan el tudja olvasni. Felkészültem arra, hogy sírni fogok, bár kicsit szkeptikus voltam, mivel én nem vagyok az a sírós fajta. Szerintem egy kezemben meg tudnám számolni azokat a könyveket, amiken valaha sírtam, de ez ilyen volt, és már az elején is, de főleg a végén egyre jobban sírtam, egyébként másfél nap alatt olvastam el. Úgyhogy ez durva volt, és ha titeket érdekel a véleményem, akkor ott lesz a videó a leírásban, nézzétek meg. Aztán jött egy újabb könyvtári kölcsönzés, ami az Autobiography, azaz az egyfiús könyv volt. Ez a történet egy fiúról szól, aki beiratkozik egy írói tanfolyamra, egy ilyen írói kurzusra gyakorlatilag az iskolában, ahol pár hónap alatt fognak megírni egy könyvet mindannyian, és itt találkozik egy mormonnal, aki az egyik a városban tiszteletben álló ilyen vallási személynek a fia, és gyakorlatilag beleszeret. Nem tudtam, hogy mit várok a könyvtől, mert sokan nagyon dicsérték nekem, de valahogy, amikor elkezdtem olvasni, akkor maga az írás, meg a fő karakter engem nem tudott annyira megfogni. És egyébként végig hiányzott valami nekem a könyvből, amit egyszerűen nem tudok megfogalmazni, hogy micsoda volt, annak ellenére, hogy én élveztem az olvasását, és szerintem egy nagyon aranyos történetről van szó. Így végül 4 csokot adtam rá, de tényleg nem tudom megmagyarázni, mi az a hiány, amit érzek itt belül, és ilyen nagyon kevés könyvnél van. Egyébként eddig talán 2 mondtam olyan könyvet, amit nem tudtam megfogalmazni, miért nem tetszett. Az egyik az Enchantment of Ravens volt, a másik pedig a Sorcery of Thorns, és mind a kettőt ugyanabban a videóban mondtam, hogy nem tudom megfogalmazni, mivel a bajom. De itt is éreztem egyfajta ürességet, és mintha valami nem lett volna nekem annyira teljes, hogy azért, mert a karakterekhez nem tudtam annyira kötődni, de hát így végül 4 csillag lett. Aztán jött egy újabb havi kedvenc, ami Frank Herbert-től volt, a Dűne képregényének az első része. Ez nemrég jelent meg a Gabó kiadónál, és én még soha nem olvastam a Dűne könyveket, de úgy voltam vele, hogy a képregényre nagyon kíváncsi vagyok. Egyszerűen fantasztikusan tetszett, annak ellenére, hogy én semmit nem tudok a Dűnének a világáról, hamar be tudtam csöppenni itt a történetbe, a rajzolás gyönyörű szép volt, maga a történetvezetés is nagyon tetszett. Szerintem rendkívül jól megadották a történetnek az átültetését képregénybe, ha bár mondom, nem tudok szakmai véleményt mondani, mivel nem olvastam a könyveket, de nagyon érthető volt és izgalmas volt, úgyhogy mindenképpen ajánlom elolvasásra. Én 5 csillagot adtam rá, és az egyik kedvenc képregényem lett egyébként, mindenképpen el fogom olvasni majd a következőt is. A következő olvasmány egy disztópia volt, mégpedig Tehere Mafitól a Ne érincs. Ez a könyv is milyen régi már, mikor jelent meg? Megkeresem már csak azért is. 2011-ben ez a könyv 10 éve jelent meg, és olyan hihetetlen nagy hype volt körülötte, és annyira fel volt kapva, hogy nem is értem, miért nem olvastam akkor. Nekem van egy ilyen szokásom, hogy az ilyen nagyon-nagyon felkapott könyveket évekkel később olvasom el, de ez a 10 éve szerintem most egy ilyen rekord lett. Nem is értem, miért nem olvastam el, mert egyébként a disztópiát szeretem, és maga az alaptörténet is nekem valónak tűnik. De most végre sikerült. Történünk főszereplőre egy lány, aki gyakorlatilag bezárva van egy szobába, mert neki van egy olyan különleges képessége, hogy akit megérint, az meghal. És hát ez elég izgalmasnak hangzik. Egyébként maga a könyv nagyon rövid, tehát arra számítottam, hogy feszes tempóban fog haladni a történet, ami így is volt. És nagyon tetszett egyébként. Végül 4,5 csillagot adtam rá, a 1,5 csillagot azért mondtam le, mert a könyv elején nagyon nehezen rázottam bele magába a cselekménybe. Van az írónak egy ilyen érdekes stílusa, amihez nem igazán tudtam hozzászokni csak egy pár oldal elolvasása után, de ezután nagyon izgalmas volt, és élveztem, és Juliet, a fő karakterünk nekem kifejezetten szimpatikus volt, úgyhogy lehet, hogy egy kedvenc lesz, el fogom olvasni majd a többi részt, aztán majd nyilatkozok róla, de eddig nagyon ígéretesnek tűnik. Aztán a következő könyvet a Szakdogámhoz olvastam újra, mert ezt már olvastam magyarul, minden 3 része megvan magyarul, de most a Szakdogám miatt meg kell venni őket angolul is, és elolvastam az első részt, ez Octavia E. Butler-től a Dawn, ami a Hajnalnak az angol kiadása. Ez egy sci-fi könyv, amiről már beszéltem a csatornán, gyakorlatilag arról szól, hogy a Földet az emberek teljesen tönkretették, és háborúztak, és gyakorlatilag kipusztították a saját fajukat, de jött egyszer csak egy ilyen űrlény faj, ami megmentett néhány embert, és évszázadokig elaltatták őket, közben mindenféle kísérleteket végeztek rajtuk, és megvizsgálták őket, és úgymond felturbózták az immunrendszerüket. És a fő karakterünk is egy ilyen ember, Lilith, és arról szól a történet, hogy neki az a feladata, miután megismerkedik az űrlény fajjal, hogy a többi ember ezen az űrhajón, ahol ők vannak, felkeltse. Én először, amikor olvastam magyarul, annyira nem kötött le a történet, és talán ilyen 3,5 csillagot adtam rá, de így másodjára elolvasva rájöttem, hogy nekem mennyire tetszik ez a történet. Már alapból, amikor magyarul olvastam, a második részre jobb csillagozást adtam, de most, hogy elolvastam ezt az első részt angolul, egyszerűen imádom.
Lehet, hogy kicsit jobban meg kellett érnem hozzá, és lehet, hogy tavaly előtt még nem voltam eléggé benne a skifi műfajba ehhez a könyvhöz, de most nagyon tetszett, és igen, 5 csagot adtam rá. Az új borító az, ami zseniális, most jelent meg az első rész ezzel az új kiadással, szépen lassan fog megjelenni a többi is, azokat sajnos nem fogom beszerezni, mert már megvannak a régivel, de ez nagyon-nagyon tetszik, és tele is címkéztem. Úgyhogy 5 csagot adtam rá végül. Jött egy jó kis képregény ismét, ami egy nagyon rövidke kis kiadás, mégpedig a Hihetetlen Pókembernek az ezévi 3. száma. Szerettem volna már végre olvasni egy pókember képregényt, ahhoz képest, hogy nem olvastam az előző részeket, nagyon könnyen belerázódtam, és megértettem a cselekményt. Egyébként végül 4 csagot adtam rá. Hát a pókember még mindig nem a kedvenc karakterem a Marvelben közel sem. Nekem egy kicsit ilyen hebehúrgyának tűnik, nem csak a megrajz volt, de mindegyik filmes változata is. Úgyhogy a karakter volt az, aki miatt végül levettem egy csillagot, mert ő annyira nem áll közel a szívemhez, és emiatt nem tudtam annyira izgulni a történetem. De egyébként ajánlom elolvasásra, hogyha a pókember karaktert szeretitek, akkor keressétek meg a többi részt is, és olvassátok el Ori Nyávogot, mert szerintem szórakoztató lehet nektek. Ezután jött a könyv, amit félbe hagytam. Ebben az évben még egy könyvet sem raktam le úgy, hogy nem olvastam volna. Egyébként tavaly is csak egyetlen egy volt, amit nem olvastam el. Tavaly az Essexi kígyó volt az, amit nem olvastam végig, mert egyszerűen bárhogy próbáltam, nem tudtam befejezni, annyira untatott, és 80 oldal maradt már a végéből, és akkor raktam le. De lesz belőle film, és az egyik fő karakter, a kedvenc színészem lesz Tom Hiddleston, úgyhogy hát, ha az majd megszereteti velem ezt a történetet, mindegy. Idén pedig egy könyvteli könyv volt az, amit egyszerűen nem bírtam végigolvasni, és ez nem más volt, mint a Pokoli bál éjszakák. Ez gyakorlatilag egy ilyen ifjúsági, fantasy, horrorszerűség, amiben több ilyen báli történet van, amihez valamilyen szinten az ilyen fantasztikus lények, tehát a vámpírok, vérfarkasok köthetők. Szerintem, ha én ezt ilyen 12-3 évesen olvastam volna el, akkor imádtam volna, de most egyszerűen annyira untatott, hogy ezt nem tudom elmondani. Unalmas volt, a karakterek is szörnyen semmilyenek voltak, maga a történet sem tudott egyszerűen lekötni, úgyhogy sajnos ezt félbehagytam, így nem is tudok rá egy csillagot adni. Nem is, talán még a felig se olvastam el tényleg, ilyen 2-3 sztorit olvastam el benne és ledaktam. Úgyhogy ezt nagyon sajnálom, ha valamikortok olvastak, akkor írjátok le, hogy mit gondoltok róla, mert én nagyon sajnálom, és azt hiszem, hogy sokkal jobban fog tetszeni. Aztán még van 2 könyv ebben a hónapban, amit elolvastam, és ebből az első volt a Szökött király, ami a Hamis hercegnek a második része. Az alapján, hogy mennyire tetszett nekem az első rész, magasak voltak az elvárásaim, és lehet, hogy ez volt annak az oka, hogy ez a könyv nem tetszett annyira, mint vártam. Az első rész szupersége után én azt hittem, hogy a második rész ezt csak fokozni fogja, de nekem nagyon ilyen átkötőnek érződött, és habár tele volt cselekménnyel és tele volt kalandokkal, mégsem éreztem azt, hogy engem lekötne. Végül 3 csillagot adtam rá, ami hát érezhető csökkenés az első résznek az 5 csillagja után, de ettől függetlenül mindenképpen el szeretném olvasni a befejező részt is, remélhetőleg az jobban fog tetszeni, mert ő nem volt olyan, amit vártam, és ezt nagyon sajnálom. És az utolsó könyv, amit sikerült elolvasni ebben a hónapban, az a Fenevad képregénynek volt a második része. Jót hoztam ide? Igen, jót ez a második. Az első részt még december körül olvastam el, mert az értékelő videó nem lesz a leírásban, és nagyon örülök neki, hogy végre a kezembe került a második, és azóta megvan a harmadik és a negyedik rész is. Ezekről egyébként mind fogok beszélni a Max kiadós olvasó vlogban. Ő is nagyon tetszett az elsőhez méltóan. 5 csillagot adtam rá, egyszerűen a rajzok, ami elképesztően gyönyörűek és különlegesek benne, és az összes karakter annyira sokszínű és izgalmas, hogy az hihetetlen. A kedvencem a Cica, aki a fő karakterünkkel szokott lenni, annyira nagyon aranyos. Ez a könyv tele van cicákkal, csak mondom. Egyébként ajánlom elolvasásra a képregény szeretőinek, mert nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó, és izgalmas, és szórakoztató, és a karakterek is egyszerűen bámulatosak benne, úgyhogy olvassátok el. Ezek lettek volna azok a könyvek, amiket júniusban olvastam. Kommentben írjátok le ti is nyugodtan, hogy ti miket olvastatok, hogy mit nem szerettetek, vagy mit szerettetek. És köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a következőben, sziasztok!